Belépő Antal Istvánnal. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóik, innen a Tália látványstúdiójából és abból a hangulatból, ahol a fényképekbe, a képekbe léphetünk be, ahol a színházba léphetünk be, ahol a színfalak mögé is beléphetünk, hiszen ez a mai műsor nagyon sokféle lehetőséget kínál a számunkra. Vendégünk itt a stúdióban, Móser Zoltán, aki a Befejezett Képek című kiállítását a Forrás Galériából ajánlja figyelmünkbe, de itt van előttem a Holtak Vigasza című kötete is, amit Tamás Menyhértel volt képes együtt összeállítani. Humorfesztivál a Tália Színházban ma este, Dumas Swing Ház. És egészen ügyesen ki is mondtam ezt az összetett szót. Tarelkin halála a Marosvásárhelyi Tompa társulat előadásában, és ebből egy kis hangképet is tudunk mutatni önöknek. Eldönti, hogy neki elege van ebből a rendszerből, ami őt körülveszi, ami arról szól, hogy főnökök, adósság és mindenféle bürokrácia. Ennyi volt az ízelítő, és persze e, Tolnai Ottó kalapdoboz színű képzőművészeti eszéket tartalmazó kötetét mutatták be csütörtökön a Zentai Városi Múzeumban, kiállításra egybekötve, erről is egy hangképünk van. Főrendező elv az volt, hogy olyan képek kerüljenek a falra, amelyek Tolnai Ottót magát is inspirálták, illetve amelyeket talán azért sorol fel, hogy bizonyítsa, hogy létezik a vajdasági festészet. Tehát Tolnai Jótó kalapdoboz színű képzőművészeti eszékről szóló kötetét fogjuk bemutatni, és vendégünk lesz majd a műsor második felében Bán János, aki a borbé című darabot játsza a Katona József Színház gondozásában. És itt ül velem szemben, ironizáltam egy kicsit, de ezt nekem Mózer Zoltán megmutat, be, megbocsátja, hiszen azt mondtam, hogy ő a legbölcsészebb fényképész a szakmában, Persze, fotográfusnak is mondhatnám, krónikásnak is mondhatnám, mert nála az önálló képalkotás és az a fajta szolgálatosság, hogy a magyar kultúra nagy folyamatait, nagy személyiségeit megörökíti, ez soha nem volt elválasztható. Tehát ilyen értelemben ez a bölcsész magatartás a mindenséggel való foglalkozást jelenti, és persze félreértés ne essék, ez legalább annyira kötődik a természethez, a világhoz, a látható világhoz, mint amennyire kötődik személyiség szellemi ügyeinkhez. Amikor talán legutoljára együtt utazhattunk a felvidéken, akkor például egy kiváló muzsikus kedvért, egy nagy kórusvezető kedvéért utazott oda, csak azért, hogy a kórus tagjaival együtt fotózhassa le azt a nagy mestert, aki meghatározta a felvidéki kórus kultúrát. De sorolhatnánk számtalan ilyen kitűnő embert, akinek a nyomába eredt. Most viszont más csinál. A kötet is más, és más ez a kiállítás is. Hát akkor csináljunk rendet. Itt van Mózer Zoltán. Igen, honnan kezdjem, ugye? Mert óránként ma mást és mást csináltam. Már elkészítettem a harmadik kiállításom anyagát, de azért most megnéztem a mostani kiállításom anyagát is. Ugye, ami itt a forrás galériában szerepel, az bármilyen különös, Brüsszelbe jutott nekem eszembe valami. Ott volt egy mutatom, délelőtt elmentem a Szép Múzeumba, és egy nagyon különös modern orosz kiállítást láttam. Annyira megfogott, hogy este, mikor hazaértem Brüsszelből, na, ennyire nem röpködök minden nap, mert másnap írtam a Forrás Galériának, hogy nem lehetne é ott egy kiállítást rendezni, készíteni, mert nagyon különös tere van. Ugye, tehát. Egy nagyon töredezett tér, tolásos, szint... egy gyönyörű körlépcső, hogy el tudják képzelni a hallgatók is, és ez a galéria az, amelyik a képzőművészeti, fotoművészeti hagyományokra nagyon érzékeny. Igen. Igen, 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 de azt hiszem fotókiállítás még, még itt, illetve Konkovácsnak volt, Konkovács Lászlónak volt egy kiállítás, ami akkor voltam ott először, és jutott eszembe, hogy de jó lenne itt egy, 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 egy kiállítás. Na most mondhatnám különösnek, ugyanakkor semmi különös nincs benne, de mégis, ugyanis, hát... A legenda szerint én is ezt terjesztettem, mindenki azt hiszi, hogy én csak fekete-fehér képeket tudok csinálni. És a Forrás színes, és színes a következő hírünk és bejelentkezésünk is, mert itt mellettünk a Tárja Színházban zajlik a Humor Fesztivál, ahol ma este a Dumas Finkház, vagyis Kovács András Péter, Janklovics Péter és Illés Ferenc jazz of comedy estje zajlik. Hát nem tudom, hogy a képekről át tudunk-e ilyen gyorsan váltani, de Völgyi Tóth Zsuzsa itt van a mikrofonnal a közelünkben, és igazság szerint vele kellett volna kezdenem ezt a műsort, ezt pótoljuk most, hogy aztán visszatérhessünk Mózer Zoltánhoz. Jó, estét kívánok a hallgatóknak. Egyébként nem maradtak le semmiről, még hogyha nem is velünk kezdődött a műsor, hiszen itt vagyunk a Tália Színház nagytermében, és hallhatják a hallgatók, hogy noha csak négyen öten vagyunk itt a teremben, de már nagy hangulat van. Valóban kezdődik a Jazz Comedy est, majd 8 órakor, de a fiúk már itt próbálnak. Na. Egy picit hagyjátok abba, légy szíves. No, hát azt hiszem, hogy az, amikor nem elég a stand-up, hanem még valamilyen zene is kell hozzá, az maga a mega exhibicionizmus, vagy a szuper exhibicionizmus. Tekintettel különösen arra, hogy Janklovics Péter még ráadásul színész is, nem csak stand-up komedista. Minek én kell ezt, összekötni? Ezt, fogalmaznám meg, hogy nem elég, hogy azt hiszi magunkról, hogy viccesek vagyunk, de azt is, hogy zenén is tudunk. Péter? Igen, hát én abszolút osztom András elképzelését. Hát tőle jött ez az ötlet, hogy, hogy legyen egy ilyen zenés dolog. Ő azt hitte, hogy tud zenélni, vagy már elkezdett tanulni Feritől, aki viszont tényleg tud. Úgyhogy gyorsan őt is bevettük, mert benne van a, a, a és ő tényleg tud zenélni. Én meg hát szeretek énekelni, így mondom, vagy hát szeretem hallani a hangom. Hát, vagy nem tudom. Ebből már nem, nem fogok ebből már jól kijönni. Úgy fogalmazunk, hogy a legjobb úton halad. Illés Ferenc, te tényleg zenész? Hát mit szólsz a fiúkhoz, a zenei tudásukhoz, úgy értem? Csodálatos, lenyűgöző és egyben improvizatív. Na most miért kell visszanyúlni a swinghez? Lesz nekik egyébként... Azt én sem értem. az ő ötletük volt, én nem értem, én szívesebben énekelnék másokat, és ez az, az ő mániájuk a swing. Kapír. Mert olyan jó, mert ez egyidős, egyidős a, a kabaréval, tehát amire azt mondjuk, hogy száz éves a pesti kabaré, Párizsban, az, az, az Django Reinhardt. Tehát teszünk be. <laughs> Akkor egy picit böntjögtek nekünk? Persze, böntjük. Megvetted a jegyed, elhoztad a nejed, aki értünk -e vagy a szerelmedet, mert a nejed otthon gebed. Egy kis csokisüti, egy kis bubi süti, ő majd helyre tesz. Ez a lenge jazz, nagyon penge lesz. Kezed is remeg, ugye a taktust vered, az arcod is beleragyog. Kiver a víz, de quiet please, és némítsd a telefonod. Feri. Visszatértünk a stúdióba egy hirtelen vágással, és Visszatértünk a stúdióba egy hirtelen vágással véget ért a muzsika, és ez a humoros hangulat nem idegen a Mózer Zoltán festészetétől, csak sok a Mózer Zoltán fényképeitől, csak sokkal rejtettebb itt a humor és az irónia, mert elsősorban a lírikus képek és a szófúkar képek vannak jelen. Nagyon érdekes ez a párhuzamosság, hogy a kihozott kötet, amelyben Holtak Vigasza címmel Tamás Menyhért elközösködött, az egy fekete-fehér fotós vállalkozás. Ráadásul Tamás Menyhért költői erejével egy történelmi eseményhez is kötődik. És a forrás galériában pedig kimondottan színes dolgokat hozott Mózer Zoltán. Hát ezért ez a kettősség most magyarázatra szorul. Ugye Brüsszelben találta ki ezt a Befejezett képek című kiállítás ötletet, de gondolom, hogy a Tamás Menyhirtel közös kötet is akkor születhetett meg ötletként, vagy már korábban? Egy, nem, egyetlen perc alatt született meg, ugye? Itt el kell mondani, hogy én Teveli, Tolna megyei vagyok, Teveli vagyok. És 46-os születésű, akkor osztálytársaim, szomszédaim a bukovinai székelyek voltak, a mátyusföldi magyarok, a svábok, és én voltam az, aki sehová nem tartozott. Nekem nagyon-nagyon nehéz volt ezt végig élnem, nagyon nehéz volt eljutnom az egyetemig, és máig köszönöm, hogy én ott nőttem föl, mert, mert ott mindenki más volt. Ott beleszülettem a történelembe. Igazából, ha írni tudnék, én szoktam írni, de igazából nem vagyok író, akkor, akkor csak teverről kellett volna írnom osztálytársaimról. Ugye ez a rákosi kor volt, és mi gyerekek vidáman éltük ezt meg. Micsoda kontraszt ez. A szomszédom Mikusainének hívták, ő volt a fényképész. Ez utólag úgy tűnik, hogy, hogy hatással lehetett rám, bár azt mondják, hogy olyan képeket készített, hogy párja nincs, mert olyan rondák voltak. <gül> viszont, <gül> viszont szerették a faluban <laughs> a fényképeit. Igen, de ma, ma, ezeket a ké... megkérdezik tőlem, hogy miért nem tudok olyan képeket készíteni, mint a Mikusainé, meg ahogy a nagyszülők, ahogy ábrázolták. Nem tudom. Hát azért, mert akkor úgy restauráltak, hogy fogták a kis ecsetet, és leretas, leret, leretusálták a vonásokat az emberi arcról, és született valami steril angyali csoda. Igen, meg fölöltöztek, ünnep volt a fényképezés. Ma itt kattintgatunk össze-vissza, ugye, hányszor fényképeztek egy embert, pont évfordulókon, ugye, tehát ami a szüleinkről, nagyszüleinkről van, az a 10-20 kép, az egész másként nézünk, mint a rólunk szóló ezer vagy tízezre, tehát abból nem is lehet választani. De a döntő fordulat a, és ez tényleg humoros, hogy, hogy én, hogy fotos lettem, Sztálin halálának köszönhetem, ezt utólag tudtam meg, ugyanis Pakson volt akkor az a plébános atya, akinek a temetés napján némán kellett volna fölállnia, és ezt nem tette meg az osztályt, és ezért teverre küldték el. Nem messze volt tőlünk a plébánia, és ő nem szent képeket adott itt a órákon, hanem a saját fényképeit. Tehát ő tulajdonképpen a sztálin születésnapján elmulasztott valamit, amit meg kellett volna tennie, és büntetésből került teverre. teverre. Teverre, ahova ugye a vándorló bukovinai székelyek a háború után keveredtek oda, a felvidéki Akit magyarok mondjuk. szintén, és azok a svábok Akik maradtak helyben, maradtak. akiket nem telepítettek ki. Hát azért ez egy hihetetlen kulturális kavalkád. Igen, igen, csak hogy gyerekként az ember semmit nem értett, ugye, és senki nem magyarázott semmit. Nekem nem bukovinai, hanem székely tanítóim voltak, és, de nem Stalingi volt, hanem Csontvári, amikor még, még Csontvári újra fel kellett fedezni, mert, mert, mert sehol nem volt látható. Akkor emlékszem, az igazgatói rojájában a, a, a gyilkostól képe volt. Azért mentem el a gyilkostóhoz, mert ott volt. De nem mondtak semmit. Ugyanakkor a apácák voltak a tanítóim, akik hihetetlen, kegyetlenül szigorúak voltak, tudom. Viszont a megye kodály módszerre tanítottak, és a megye legjobb énekkarát készítették. Hogy én Kodályjal foglalkoztam, írtam, ennek köszönhetem. Tevel hány lelkes volt akkor, amikor Mózer oda született? Mi 463 ban laktunk, ez volt a házszám máig, tehát ennyi ház volt. É, nem is az volt a lényeg, hogy a nagyon hosszú, négy kilométer hosszú volt. A szüleim postások voltak. Kevesen hiszik el, hogy szombaton is, vasárnap is volt hivatal, de nem volt kézbesítő, és mindig nekem kellett elvinni a falu végére a távirazat vagy levelet. Viszont mindenkit ismertél. Hát a falu lényege, unokám is azt mondják, hogy a falun mindenki mindenkinek köszön. Mindenki mindenkit ismer. Na most már kanyarodjunk vissza a képeidhez, mert ugye az, hogy a forrásgalériában itt a nagykörúton ezt a Befejezett képek című színes fotókiállítást csináltad, nekem rögtön az jutott eszembe, hogy a befejezettségben mindig ott, ott lakhat a hiány is. Tehát, hogy mindig azt hiszük, hogy valami valami teljesen kész, és aztán fölébred bennünk egy idő után valami fajta hiányérzet. Ha újra olvassuk, ha újra nézzük, ha újra átgondoljuk például a zenét, újra hallgatjuk. És ez azért egy nagyon izgalmas rendszer, hogy hányszor veszette elő a képeidet. Ott állnak otthon a filmkockák, és el kell dönteni, hogy mi kerül kiállításra, mit fogsz fölnagyítani, és ilyenkor újból és újból végignézed az egész gyűjteményt, nem? Igen. De csak akkor egyébként lent vannak a pinzébe, de az be van rendezve raktának, vagy annál többnek. Ma csak az én... A Nevezzük, igen. Annak de a képeimnek nincs címe, például nem tudom, hogy melyik hol van, melyik állványom, melyik dobozba, úgyhogy végignézem és csodálkozom. A színes kiállítás is így született meg, hogy én valóban úgy tudtam, azt terjesztettem, azt mondtam, hogy nekem nincs színesem, csak egész addig, míg ki nem húztam egy fiókot, és abban találtam olyan 5-10 ezer színes képet. De ez engem nem érdekelt. Nem érdekelt. Pedig Most... nagyon visszafogottak, olyan gyönyörű, lírikus, finom részleteket emeltél ki a színes képeknél, ahol plasticitás van, ahol a tónusok nagyon gazdagok. Tehát van, van a fekete-fehérrel. Ez nem egy életidegen, vagy a eddig munkásságotól idegen fotográfiai világ. Igen, igen. Egy, egy bolgár szemészkönyvbe olvastam, ez egy népszerűsítő könyv volt, hogy a szemész professzor fölteszi a kérdést a vizsgázónak, hogy mit lát. És erre mit elkezdtek ezt mondani, hogy mit látnak, helytelen volt. Azt kellett volna mondani, hogy vonalakat és foltokat amikor fekete-fehérbe komponálok, dolgozom, a kettőt együtt soha nem csinálom, vonalakat, foltokat, szerkezeteket. Színeset csak akkor csinálok, amikor valami bődületes nagy színélményem van. És akkor a színek, vagy egy darab szín, most végignéztem a kiállításon a képeimet, vagy egy, általában a direkt színek. Tehát a, a kék, a vörös, sárga ekközé rendeződik a többi, összerántja a képet, és a köré rendezett komponálod, mert, mert azért mi rendezzük, komponáljunk a képeinket. Ugye, amikor Mozart Zoltán arra vállalkozott, hogy Tamás Mennyhirtel megcsinálja a holtak vigaszát, akkor a bukominai székeség egyik nagy sorsfordulójának áldoztak, és ez azért nagyon izgalmas, mert Tamás Mennyhért prózában is rendkívül ér érzékeny, és nagyon sajátos hangot üt meg, ami szokatlan a magyar irodalomban azt a népnyelvet is át tudta emelni a magas irodalomba, a költészetébe is, ami ugye ritkán fordul ezen a nyelven elő. Úgyhogy azért erről a kötetről is váltsunk már szót, ne csak a forrásgaléria. Igen, igen, hát mint minden jó ötlet egy perc alatt születik, szóval ö, bementem az internetbe, mert könyvel akartam pályázni, és megnézem, hogy milyen pályázatok vannak. Mi? és, és kiderült, hogy előző nap Csíkszeredába, Sepsiszentgyörgyön, ott van egy balasi intézet. Föltett egy pályázatot, mert nekem kiment a fejemből az, hogy pont most, január 7-én, lesz Mádéfalvi Veszedelem 250. évfordulója. Nem figyeltem oda. És azonnal, azonnal megfogott, és igazából nekem úgy éreztem kötelességem a teveliekkel, osztálytársámmal szembe valamit Csinálni, Törleszteni. letenni, Törleszteni. De, de, de semmi elképzelésem se volt, nem volt, de rögtön írtam a pályázatot kiírónak, hogy mi lenne, ha, mert ha én pályázat nélkül a hetedikei napot megcélozva valami fotokiállistást csinálnék. És akkor jött a válasz, hogy a, ugye, hát erre jó az internet 24 óra alatt, és megint lementem a pincébe, nem vajat csipegetni, hanem a elkezdtem válogatni. gondolkodni, hogy mi van. Ugye, mint van, mert valóban nagyon nagy anyagom van, és vannak komplett anyagok, amihez nem nyúlok, ugye, és akkor van sok minden, ami még soha nem volt. És akkor rájöttem, tehát az, hogy két még egyszer, bocsánat, visszatérve, a bukovinaiaknak a Mádé falva az a legérzékenyebb pontja. Én Nem véletlen. Nem véletlen. Én ezt, ezt, tudom, ha te kimondod azt, hogy Mádé falva ma, 250 évvel utána elkezdenek sírni. Miközben már Mádé... 250 évvel ezelőtt volt. Fegyvertelen embereket mészároltak le, akik a szabadság jogaikért próbáltak meg valami módon ellenállni, de békésen. És felfegyverzett emberek lőtték szét a falut, ahol uh, gyerekek és uh, asszonyok is voltak. voltak. Igen. Tehát igen. azért teljesen érthető ez a trauma. Persze, persze, csak a traumát ugye oldani kell. Tehát uh, na, kényes dolog, és nem lehet akármit oda tenni, és ezért gondoltam, hogy valamit, ami olyan érzékeny, pont az ellentétét, valami nagyon keményet kell. Ezek a gyönyörű fekete-fehér fotográfiák a grafika drámaiságát hozzák vissza, amit most egy kicsit megpróbálhatunk zenével is föloldani, hiszen olyan jó ízűen beszélgetünk, hogy lassan ebből a műsorból kimarad a muzsika. yeah Mozert Zoltánnal könyvét és kiállítását vettük egyszerre szemügyre, de még nem hagytuk abba. Egyrészt, mert ez a gyönyörű kötet egyben verses kötet is, illetve Tamás Mennyért írásait tartalmazza, a Holtak Vigasza, ami a bukovinai székelyek nagy tragédiájáról készült. Másrészt pedig Mózer Zoltántól kérdezett valamit Zelinka Tamás, a parlandó folyóirat főszerkesztője, ami egy zenepedagógiai folyóirat, tehát azt hiszem, hogy aki kórusba énekelt, annak válaszolni is kell tudnia. Halljuk a, halljuk a kérdést. Nagyon érdekes cím, valóban én is oda fogok rohanni, megnézni, mert annyira izgat, hogy most ezek a képek befejezettek, és amit eddig a kiváló alkotóművész készített, azok nem voltak befejezve? Hát ugye ez az a kérdés, amire a legnehezebb válaszolni, mert én a hiányt firtattam, és e, e, Zelinka Tamás pedig a Parlandó folyóirat főszerkesztője azt firtatta, hogy, hogy befejezetlene egy mű, amikor kikerül a farra. Mózer Zoltán. Igen, nem gondoltam, hogy ilyen filozófiai mélységekig megyünk el, mert a cím egy óra alatt született meg, ahogy az egész. Igazából nem arról szólt számomra a cím, amiről itt most beszélgettünk, meg amiről többen velem értekeztek, hanem van egy kiváló francia fotóesztét, a francia Soulage, és azt tartott egy előadást. És arról szól, hogy ami filmre készül, és én azok közé tartozom, aki még mindig filmre ké, azok befejezett képek, szembe a digitálissal, amelyek befejezetlen képek. De kiderült, hogy, hogy ennek nem tudom milyen mélysége van, és hányféle dimenziója ennek a, a, a címnek. Igen, soha nincs befejezett kép, de amikor te valamit leteszel, könyvbe kiállítása, akkor az készen van, de egész másként is meg tudod vágni, és másként tudod kinagyítani azokat a képeket. Ugye én tudom, hogy nincs az az erdélyi település, ahol annak, annak idején nem járt a Mózer Zoltán fotóművész, ha csak Marosvásárhelyet említem, akkor már csak azért is eszébe jut, hiszen az ottani irodalmi személyiségeket is körüllátogatta. Hát a tegnap elkezdődött Tália Humor Fesztiválra hazai és külhoni vendégművészek is érkeztek. A Marosvásárhelyi Tompa Miklós társulat Alexandr Suhovo Kobilin Tarelkin Halála című művét hozta a fővárosba. A ma esti előadásról a főszereplő Tarelkint alakító László Csabát kérdezte Bicsák Eszter a történet nagy vonalakban úgy szól, hogy van ez az ember, tár elkin, aki eldönti, hogy ő, neki elege van ebből a rendszerből, ami őt körülveszi, ami arról szól, hogy főnökök, adósság és mindenféle bürokrácia. Ő kiszáll ebből, és úgy dönt, hogy éppen a szomszédja meghal, és hogy a szomszéd a helyet önmagát temeti el, és a szomszédjaként fogja tovább élni az életét. Hát ez a terv ezt elég jól meg is rendezi, jól ki van találva, működik is egy ideig, csak egyszer értesítés jön, hogy Kopilov, ez a Kopilova szomszéd, hogy ő is elhalálozott, tárelként is ugye eltemették, hogy ki ez az ember, aki életben maradt, tehát elki vagy kopiló. Lehetne hát... mondani, hogy két szék között a pad alá, tehát, hogy Igen. tulajdonképpen akkor most mi marad neki? Van egy nagyon jó pillanat a darabnak magának is. Nekem valamiért kedvencem, ahogy az író eljuttatja a történetet oda egyszer csak, hogy null ponton van tehát, hogy a múlt az le van zárva, és a jövő az még nem kezdődött el. Van egy ilyen szép állapot, amiben csak boldogság van, és aztán valószínű, hogy az is fontos dolog, hogy a bosszú állás kezd el munkálni tárelkimban, és ezért aztán a múlt visszajön rendesen. Ugye nem is kell mondanom, hogy ez a darab igen könnyen aktualizálható. Az, ami miatt Tarelkin kilépne az életéből, még ha egy komédia keretein belül teszi is ezt, hát azok a dolgok, az azok a zavaró és kevésbé zavaró tényezők a mai világban is épp úgy megtalálhatók. Ugye a hitelek, a bürokrácia, tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon mai történet itt egyszerre szembesülni kell azzal, hogy egy másik személyiség, aki aztán még más valaki szeretne lenni. Tehát színészileg én azt gondolom, hogy ez olyan, mint egy dupla szaltó. Sokat segít a rendező értelmezési ilyenkor, hogy igazából a rendező mi foglalkoztatja a történetből. Ugye a Tarekinnel indul a történet, és egyszer csak átvált Kopilovba. És az volt az izgalmas, hogy a rendező tőle, hát egy ilyen nagyon törékeny lényt kért. Kopilovként úgy mozog az életbe, aki most fedezi fel, hogy mi is történik a világban. Emlékszem, egy ilyen példát is hozott fel, hogy Oroszországban az egyik társulatnak van egy ilyen gyakorlata, és hetente megcsinálják, hogy úgy létezni a világban, mint mindent először fedezné fel. Engem nagyon inspirált ez a gondolat. Igazából szinte már egy ilyen metaforikus értelmezés. Azon gondolkoztam, <laughs> hogy hát milyen szép idehozni egy humorfesztiválra ezt az előadást, mert hogy én nem feltétlenül vagyok benne biztos, hogy minden ponton azt fogom hogy nekem nagyon nevet nem kell. Éppen a dolognak a tragikomikus jellege miatt. Igen, az gondolom, hogy számoltak ezzel a szervezők, hogy ez egy ilyen történet. Főleg a tárelkin az tényleg egy ilyen komolyabb problematikával nagyon tapintatlan néző, aki elkezd azon nevetni, hogy valaki meg akar halni, mert elege van már abból, ami körülötte van. De viszont pont ezáltal tud szerintem nevetséges lenni, hogy egyszer csak bejön ebbe a problématikába a rendszer és a rendőrség, aki viszont én azt gondolom, hogy egész jól biztosítják a humor forrás. Azt még nem tudjuk elmondani, hogy a budapesti meg a környékből ide érkező vendégek, látogatók, közönség hát hogy értékeli ezt az előadást, de hát otthoni visszhangot azért szívesen meghallgatnék. Egy sikeres előadásunk lett. A humor forrást, akik biztosítják hogy Gallo Ernő, ő a rendőrkapitányt játszó. De ez az a szerep, ami igazán így a viszi. viszi, a, főleg így a humor részét. Csugulitu Csaba, Tollas Gábor, ugye egyszer csak elkezd kezdődik egy ilyen kihallgatós rész a darabnak, és ott nagyon jó zicser szerepel, Bányai Kelemen Barna, Bokor Barna, Berek Katalin, Jó alakításuk vannak a mi előadásunkban, ettől is jól megcsinált a történet. Kedves hallgatóink, a Marosvásárai Tompa Miklós Társulat Tarelkén Halála című művét hozta a fővárosba, a Tarelként alakító László Csabát kérdezte Bicsák Eszter, és mi itt a stúdióban változatlanul Mózer Zoltánnal ülünk együtt, hogy a kötetéről, illetve a kötet, kötet társe, társszerzőjéről beszélgessünk. A Holtak a című könyv társszerzője pedig Tamás Menyhért akinek bizony rengeteg köze van költőként is ahhoz a népművészetben vagy népköltészetben lévő szimbolikához, ami egyébként eredendő formájában is előfordul a könyvben. Amikor felkereste Tamás Menyhért, mit szólt ehhez az ötlethez, hogy ezt meg kéne csinálni? Kész voltak a versei, csak a képek mellé kellett igazítani, vagy képes volt rögtönözni a képekhez? Igen, ilyen könyv, ilyen még könyv nem készült el. Költőkkel nehéz verseket iratni képek mellé. Szóval amikor eldöntöttem, hogy melyek lesznek a képek, tehát a két erős anyag, a, a fák és a kezek. Ugye? Tehát a fák szólnának a 250 év ezelőttiről, a kezek szólnának a vándorlásról, a menekülésről, a áttelepülésről. És hát akkor, akkor rögtön gondolkodtam, hogy emellé szövegek is kellenek, és hál' Istennek nem találtam meg Zöld Péternek a könyvét, aki a bukovinaiak papja volt és menekült vele, mert abból akartam szövegeket választani. És akkor eszembe jutott, hát hogy te a kis dolog, és a Tamás Menyus az kis dorogi. És bukovinai, és, és azonnal fölhívtam, írtam neki, elküldtem a képeket, sőt, még azt is megmondtam, hogy milyen stílusban legyenek ezek. Mi, és még mit lehet mondani, hogy milyen stílusban? Hát, legyen? hát, mert volt egy mögöttes szándékom. Azt mondtam neki, hogy ö, négy soros, nyolc szótagos versek legyenek. Mi volt a hátsó szándékom? Ezeket el lehet akkor énekelni bukovinai keservesre. Egyszerűen lútbőrös volt a hátam, a, a bemutatón egy leány elénekelte. Ott az volt a az a pillanat volt, hogy majdnem elsírtam magam. Ebben az az érdekes, ugye, hogy Berecz András megcsinálta azt, hogy Singa István költeményeit visszavitte azokra a népdalokra, amik sinka István szülőföldjéhez köthetők. És ez a csodálatos játék, az illeszkedés, ez egyébként a magyar költészetnek élő hagyományát, csokonait, csokonait éneklik, petőfit éneklik, de van egy különlegesség ennek a könnek, ez pedig a hátsó borító. Ugye a fa és a kéz találkozik, mert itt egy faszobor keze, gondolom Mária keze, egy szent szobor keze látható, és ez a kéz, csonka az idők folyamán a festés alatt látszik, hogy eltört ez a faragott kéz. Honnan van ez a kéz? Mert ugye Mózár Zoltán közben azt mondta, hogy ez nem Mária keze, nem egy szent szobor keze. É, majdnem, 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 ez Krisztus keze. Krisztus, igen, és hát azért tettem oda, mert az egyik ujját letörték. Ezt egyébként Szent Denizbe fényképeztem, de én erről ugye lefényképezem, és, és elraktározom valahova. Ez, ez 15 éve fényképeztem. És ugye egy könyv akkor jó, egy kiállítás akkor jó, nagyon egyszerű a recept, ha van eleje, közepe és vége. Csak nagyon nehéz az elejét, közepézés, és a végét megcsinálni, és, és, nagyon örülök, hogy, 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 hogy más, hogy, többen is észrevették, mert tudtam, hogy valami kell. De, de nem, és, és ez ugrott be nekem, és, és ezek szerint elmondja azt, amit el kell mondani. Mindig azon töprengek, hogy amikor az ember egy kiállítást lezár, amikor egy könyvet lezár, akkor semminek nincs vége. Mert minden ott hordozza magában a folytatást. Szabad egyáltalán ilyenkor kérdezni, hogy mi, mi, mi készül ebben a műhelyben, abban az alaksorban, abban a pincében, abban az archívumban, amiben alá szokott merülni Mózer Zoltán, amikor újabb köteteket, újabb kiállításokat válogat? Hát igen, igen. Talán senki nem hiszi el, amikor egy könyvet vagy kiállítást befejezek, akkor már csinálom a következőt, de közte, ha van egy vagy két nap, vagy egy hét, olyan szomorú vagyok, hogy el se tudom mondani. Mert ugye valami lezárult, és valamit el kell kezdeni, de én mindig úgy kezdek el, hogy soha nem megrendelésre. Hanem mi az, ami bennem van, ami érdekel, és úgy csinálom meg, hogy akár lesz belőle valami, akár nem, kinagyítom, megcsinálom, és akkor vár a során. Én úgy tudom, hogy most készülődik vissza a forrásvidékre. Mégpedig a járságba, abba a faluba, ahol elkezdett fényképezni. Mert ugye hát bölcsész hallgatóként kezdte a pályáját, és hát finoman szólva esze ágában nem volt fényképezni. A fényképezés az csak úgy jött, és majd, hogy nem elsöpört mindent, vagy inkább felkavart hogy mélyebbre lehessen tekinteni. Igen, akik ötvös kollégisták voltak, ez majdnem mindenki azt tudja rólam, hogy én csak száraz fát fényképeztem öt évig. Embert nem tudtam fényképezni. Portét készíteni a legnehezebb. És ötödéves koromban szakdolgozatot kellett írni. Nem most én egy olyan különös témát nagyon rossz lett, olyat választottam, ami... Kinek, kinek, írta? A Mészáros Vilmának, most ne beszéljünk róla, a világrend az abszurd drámát, amiből egyet ismertem, összehasonlítottam a magyar nép balladával. Na most hát, ha van valami, amit nem lehet összehasonlítani, de ez akkor volt, amikor a rádióban autentikus népzene nem hangzott el, balladát nem hallottam. És akkor erre jó a kollégium. 40 évig kollégiumban laktam, dolgoztam, valaki mondta, hogy jászárok szálláson tud egy énekest. Menjünk el. És így jöttem rá, hogy nem szabad direkt elmenni fényképezni, mert nadrágos ember vagy, és, és aljas, tudják, hogy olyas szándékkal jössz, tehát vagy el akarsz valamit adni. Vagy, vagy meg akarsz valamit venni. Igen, igen. És akkor, akkor balad a gyűjtés közben, fényképeztem az első portékat, és attól kezdve, és ezt valaki fölfedezte, hogy ez 45 évvel ezelőtt volt, és még valamit mondjak el, ez akkor átadtam olyan valakinek, aki addig gitáron játszott, és adtam hozzá a citerát, és akinek ma a rádióban minden nap van műsora, úgy hívják, mint Sebő Feri. Aki ráadásul hallgató volt. És együtt végeztünk, és együtt csináltuk az első műsorunkat, és természetesen sajnos Béla már nem jöhet, ővelük együtt megyek le, arra a vidékre, és ezt a kiállítást Sára Sándornak fogom dedikálni, mert azok a képek, én sokáig nem ismertem Sára Sanyit, az ő hatására készültek. Hát nagyon szépen köszönöm ezt az élményt, és azt hiszem, hogy jászárok szállásra el is kell menni aztán, hogy abban a közegben megcsodálhassa az ember Mózer Zoltán fényképeit, aki pedig itt Budapesten akar körülnézni a befejezett képeket a forrásgalériában láthatja. Ezt a könyvet pedig, amelyet Tamás Menyhértel együtt készítettek a Holtak Vigaszát, a ProPrint könyvkiadó adta ki. Ezzel a belépő műsora legalábbis egy időre véget ér, hiszen a második részben majd következik a folytatás. A szerkesztő Házi Hunor, a műsorvezető Antal István, a zenei szerkesztő Gerer a hangmérnök pedig Kajárszki Zsolt. Viszont hallásra néhány perc múlva.